Na szavaztok srácok, itt is lennénk egy újabb újjáépítés videóval, és ma a Manchester City csapatát fogjuk újjáépíteni. Hogyha egy olcsó és megbízható oldalról szeretnél FIFA zsetont vásárolni, akkor mindenképpen látogasd meg a fifacoin.com-ot, ugyanis február 10 és 20 között 10%-kal több zsetont kapsz, illetve hogyha a Bazsi kuponkódot használod, akkor 5% kedvezményben is részesülsz. A linket megtalálod a leírásban. Elég nagy gázban vannak, bár mondjuk ahogy ismerjük őket, elvesznek tőlük 5 pontot, aztán ennyi, de az a lényeg, hogy nagyon sok szabályt megszegtek, és akár még ki is tilthatják őket a Premier League-ből, és én most itt a FIFA-ban ki is tiltottam őket, egészen leraktam őket a negyedosztályba, illetve a challenge része az lesz, hogy elment az összes nagy nevű játékos, egy csomó nagyon gyenge free agentet raktam be a helyükre, illetve akik még ifi játékosok voltak, azok maradtak. Emellett pedig az első 3 szezonban nem igazolhatunk senkit majd, ezt találtam ki, úgyhogy nézzük is a dolgokat. Na itt is van a kezdőcsapatunk, hát nem néz ki túl jól, azt kell mondjam, de ez van. Úgyhogy elég nagy problémát csináltam itt a Citynek, az a helyzet. Nagyon sok ilyen kis gyenge free agentet bedobtam a csapatba, illetve hát egy páran itt még maradtak is, például Luiz, aki egy eléggé tehetséges játékos, illetve itt van Cole Palmer is, hogyha így hívják, ha minden igaz, nem tudom, meg még egy pár játékos, talán Knight, Robertson, Slicker, és ennyi. Illetve, hát azt nem tudom, hogy itt mi a helyzet a kölcsönjátékosokkal. Na ja, az ilyen gyengéket visszahívjuk, és akik esetleg jobbak, azokat pedig eladjuk mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy ez így azért korrekt. Ők alapból is maradtak volna a csapatban. Nem túl rózsás a helyzet Manchester kék oldalán, de összedobunk egy kicsit jobb csapatot azért. Így nézünk ki gyönyörű szépen. Azért ezzel a csapattal talán föl lehet jutni a harmadosztályba, hogyha fejlődnek a srácok, azért fiatalok, úgyhogy valószínűleg fejlődni fognak, de nagy csodát azért nem fognak tenni szerintem. Na, itt vagyunk az átigazolási időszak végén, srácok, és igazából megpróbáltam eladni a free agent játékosaimat, de nem sikerült senkit, úgyhogy mindegy is. Így néz ki a csapatunk. Sokan nem játszanak, gondolom a free agentök miatt sajnos, de hát mindegy, ez is egy plusz kihívás akkor. Én azt gondolom, hogy szezon közben nem nézzük meg, hogy mi a helyzet az első 3 szezonban, úgyhogy szerintem most jöjjön a szezon vége, és nézzük meg, hogy feljutottunk-e. Na itt vagyunk, srácok, vége az első szezonnak, és eléggé könnyedén feljutott a csapat, úgyhogy ennek örülök, azért egészen szépen teljesítettek, majdnem 100 pontunk lett, de nem? FA kupában a Chelsea ellen estünk ki a negyedik fordulóban, és lehet, hogy ők meg is nyerik a végén. Aztán a Carabao kupában, hát ott sokáig nem jutottunk, ha jól tudom. Ja, hát az első fordulóban a Sunderland ellen kiestünk, úgyhogy ez ciki. Papa John's Trophy szintén egy kudarc volt. Na mindegy, és igazából hát más nincsen, ha minden igaz. Ennyi az első szezonunk. Következő szezon a harmadosztályból jön, itt van a kezdőcsapatunk, azért szépen fejlődgetnek a srácok, többen már 70 fölött vannak, sőt, szinte mindenki 70 fölött van, mondjuk inkább így. Egyedül talán Wilson Esbrand nem nagyon játszik, vagy nem tudom, de majd megnézzük. És itt vannak a többiek is, akik meg hát nem nagyon akarnak távozni, nem jön értük semmi ajánlat, mindegy. Majd akinek lejár a szerződése, az elmegy, aki ér meg, jön ajánlat, az szintén. Nézzük meg, hogy hogy teljesítettek a fiúk a szezonban. Azt mondja, hogy legtöbb meccs Luiz, illetve Doyle. Legtöbb gól Rogers nevéhez fűződik, 33, és a legtöbb gólpassz pedig Fiorini nevéhez fűződik, az pedig 12. Úgyhogy amúgy annyira nem voltak durván nagy számok, de összességében eléggé jól teljesítettek a srácok, és szépen fejlődtek a szezonban. Ez a lényeg. Igazából Palmer, Rogers
és Luis nagyon durván fejlődtek, ők a következő szezonban már fixen elérik a 80-at is, úgyhogy lesz egy kis előnyünk a többi csapattal szemben mindenféleképpen. De hát ez a jó a fiatal játékosokban. Úgyhogy akkor jöhet is a második szezon. Itt vagyunk a második szezonnak az első átigazolási időszakának a végén, ez eléggé bonyolult volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy akik visszajöttek kölcsönből, azokat eladogattam, például Herrerát, illetve egy pár játékost még rajtuk kívül a free agentek közül, akiket még az elején be kellett tenni a csapatba. Caboret is távozott, Couto is távozott, illetve megmutatom a keretet, igazából más már nincsen szerintem. A kapust, akinek most hirtelen nem tudom a nevét, Steffen, azt eladtam, vagyis beraktam a free agentek közé, illetve még volt egy közép hátvéd, akit szintén, és igazából hát 23 játékos van a keretben, mindegyik játékos itt volt az előző szezonban is, úgyhogy akik visszajöttek, azok ténylegesen távoztak. Ja, hát ezzel a kerettel vágunk neki a második szezonunknak, most már tényleg csak a bal hátvéden kívül mindenki elérte a 70 pluszt, úgyhogy ez tök jó, reméljük, hogy ő is majd el fogja érni a szezon végére, úgyhogy akkor jöhet is a második szezon vége. Na itt vagyunk, srácok, vége a szezonnak, és hát a vezetőség nem túl elégedett az a helyzet. Nézzük is meg, hogy mi a helyzet itt a tabellán. Másodikak lettünk, az Ipswich azért áttarolt mindenkin itt a bajnokságban, az azért kemény, pedig elég jó a csapatunk szerintem. Na mindegy, FA kupában eljutottunk egészen a negyed döntőig, úgyhogy megvertük például a Chelsea-t, többiek azok viszonylag gyenge csapatok voltak, de az azért elég kemény. Aztán a Carabao kupában itt estünk ki a második körben a Cardiff ellen, viszont a Papa John's kupát megnyertük méghozzá az Ipswich ellen, úgyhogy azért jók voltunk. A csapatunk az pedig így néz ki, most már többen elérték a 80-at, úgyhogy eléggé jó kis csapatunk van, és akár ezzel szerintem a következő szezonban följuthatunk a Premier League-be is, hogyha fejlődnek majd a srácok, kíváncsi leszek rá, nézzük meg, hogy hogy teljesítettek. Azt mondja, hogy a legtöbb mérkőzés az Embete nevéhez fűződik, nem tudom, jól mondom-e. A legtöbb gól az Dilep nevéhez, na itt azért most már voltak szépen számok góllövésben, és a legtöbb assziszt pedig Tommy Doyle. Ez egy jó szezon volt, csodálkozok egyébként, hogy nem nyertük meg a bajnokságot, de hát nem nyertük meg a bajnokságot. Most viszont akkor kezdődjön a harmadik és egyben utolsó olyan szezonunk, ahol nem igazolhatunk játékost. Na itt vagyunk az átigazolási időszak végén, szintén a nyári végén természetesen. Tudtam, ma nem történt semmi, mert hát nem is történhet semmi. A csapatunk pedig ugyanúgy néz ki, mint eddig. Most már jó lenne, hogyha mindenki elérné a 70-et, mert hát már lassan közelítünk inkább a 80 fele. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel föl fogunk tudni jutni a Premier League-be, aztán akkor majd még jobban meg tudjuk erősíteni magunkat. Na de jöjjön akkor a szezon vége, aztán akkor ki is derül, hogy a negyedik szezonban ott leszünk-e a Premier League-ben, és 3-ból 3 promóciónk meg lesz-e. Na srácok, vége is van a szezonnak, és Tommy Doyle lett az assziszt király. Az tök jó, de nézzük, hogy hogy végeztünk. Másodikak lettünk, megint csak nem sikerült bajnoki címet szerezni, de viszont feljutottunk egyenes úton, úgyhogy ez teljesen tökéletes számunkra. FA kupa, akkor ezek szerint a harmadik körben ért véget, így is van, a Lutontól kaptunk ki. Aztán a Carabao kupában pedig eljutottunk a 8-ad döntőig, ott a Stockporttól kaptunk ki, ami tök érdekes, és más megint csak nem volt. Ott vagyunk a Premier League-ben, és a következő szezonban már igazolhatunk játékosokat, hát elsősorban left back, illetve középső középpályás posztra valószínűleg, ugyanis így néz ki a keretünk, viszont megvan az első 90-es játékosunk Rico Lewis személyében, ami azért elég menő. Na nézzük, hogy mi történt. 48 mérkőzést játszott Trafford, gólok számában Dilep volt a legjobb, és a többiek annyira nem remekeltek most, asszisztokba pedig Tommy Doyle nyert. Úgyhogy ennyi igazából, és a következő szezontól pedig tudunk igazolni is, nem tudom mennyi pénzünk lesz, most van 81 millió, hát azért szerintem egy kicsit több lesz majd a következő szezonban, jöhet majd egy-két eléggé nagy név.
itt vagyunk a szezon elején, és vannak dolgok, amikre egyszerűen nagyon nehéz nemet mondani, például Haaland. Megnéztem, hogy nem-e valami bug az összes Manchester City játékos, akit kiraktunk a kezdéskor a csapatból, van csapata, úgyhogy Haalandnak valószínűleg lejárt valahol a szerződése. Ezt nem nagyon fogjuk tudni egyébként megmondani szerintem sehogy, de én úgy gondolom, hogy ez így van. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy jöjjön. Hát ez gyors volt. Na jó, megvan Erling Haaland. Na meg is van a második és egyben utolsó új szerzeményünk Alejandro Balde személyében. Left back, 82-es, 62,2-ért jött. Nem volt olcsó, viszont jó drága volt, de kellett egy left back-et vegyünk, úgyhogy igazából ennyi. Pénzünk viszont nem nagyon maradt, úgyhogy ja. És ők pedig left winget, illetve right winget játszanak. Csodálatos. Elég jó a csapatunk. A középpályánk nem az igazi, meg a kapusunk se, de ettől függetlenül kiesni biztos nem fogunk, és azért van két darab 90 fölötti játékosunk, meg egy 89-es is. Elég jó. Na jó, srácok, vége az átigazolási időszaknak. Nézzük is, hogy mi történt. Balde érkezett, ketten távoztak, illetve Haaland ingyen érkezett, az évszázad igazolása szerintem. A csapatunk pedig így néz ki, de nem tudom, hogy miért fordultak itt meg a játékosok. Egy Európa Liga helyezés az reális lenne ezzel a kerettel. Bajnokok biztos nem leszünk, a BL-t se fogjuk szerintem elérni, de majd meglátjuk. Jöhet a szezon fele. Na itt vagyunk, srácok, januárban. Nézzük, mi a helyzet. 12-ek vagyunk, középmezőny eddig. Hát nem a legjobb, de hát ez van, azért nem is várhatunk csodákat szerintem, ja, ebből Európa Liga nem biztos, hogy lesz. Viszont az FA kupában még ott vagyunk, City, vagy a United ellen estünk ki a Carabao kupa negyed döntőjében, a kezdőcsapatunk pedig így néz ki. Pénzünk viszont szerintem igazából pontosan semmi nincsen, így is van, úgyhogy marad a csapat úgy, ahogy van. Na itt vagyunk az átigazolási időszak végén, nézzük, hogy történt-e bármi. Nem. Úgyhogy ez egész uncsi volt most. Akkor viszont jöhet a szezon vége. Most már három játékosunk 90 fölött. Reméljük, hogy egy minél jobb eredményt el tudunk érni a szezonban. Na vége a szezonnak, srácok. 11-ek lettünk. Annyira nem is rossz igazából. Bár mondjuk egy kicsit jobbra vártam, vagy jobbat gondoltam, de hát ez van. Nézzük, hogy mi van még. Ezt már szerintem láttuk. Nem láttuk, eljutottunk a nyolcad döntőig. Akkor a Carabao kupából a United ejtett ki, és másunk nem volt, úgyhogy nézzük a csapatot, így néz ki. Azért eléggé szépen fejlődnek a játékosok, kivéve a két középső középpályásunk, úgyhogy őket mindenféleképpen le kell cserélni a következő szezonban, ez lesz a prioritás mindenféleképpen. Statokban a legtöbb mérkőzés Traffordé volt, a legtöbb gól Haalandé nyilván, és a legtöbb assziszt pedig Cole Palmeré. Jó, nem volt egy csodálatos szezon, de arra jó volt, hogy kipróbáltuk magunkat a Premier League-be, és tudjuk azt, hogy hol kell fejlődnünk, úgyhogy akkor jöhet is a következő szezon. Hát összesen 50 milliót kaptunk, úgyhogy muszáj volt a free agentek közé nézzek, mert hát 50 millióból nem nagyon fogunk senkit venni a kezdőbe. Casemiro pedig free agent volt, igaz, hogy már 34 éves, viszont 86-os értékelésű, és az azért nem mindegy szerintem, illetve még egy-két játékos itt van, majd megnézzük, hogy ki lesz a jobb, vagy ki nem, de Casemiro megérkezett a csapatba, és gyönyörű szépen kezdő is lesz egyből. Casemiro pedig hát nem egy túl Manchester City játékos, ezt valljuk be, de ettől függetlenül azért erősítés nagyon a csapatnak, és ez most kell. Következő érkezőnk pedig nem más, mint Geoffrey Kondogbia, vagy Jeffrey, nem tudom, mindegy, 82-es, ha minden igaz, 33 éves ő is már, tehát nem egy mai játékos, de ettől függetlenül CM és ingyen volt, úgyhogy kell a csapatba, megint átrendeződött, nem tudom, mi van itt. Most már mindenki, kivéve Trafford 80 fölött, de lassacskán szerintem ő is 80 fölött lesz, és adunk neki egy kicsit másik
development plant, hát ha segít rajta. Na itt vagyunk az átigazolási időszak végén, és nézzük is, hogy mi történt. Két ingyen játékos érkezett, és igazából ennyi volt a dolog. Így néz ki a csapatunk. Most már mindenki 80 fölött, úgyhogy remélhetőleg jönnek az eredmények is, és ezzel együtt a következő szezonban egy kis pénz is, ugyanis még mindig nincsen megoldva teljesen az a középpályás poszt, illetve hát a védelmen is volna mit javítani ott középen, úgyhogy ja, de talán a következő szezonban majd tudunk igazolgatni. Még van 52 milliónk, nem tudom, hogy mire vagy hogyan költsem el, majd meglátjuk. Na itt is vagyunk januárban, srácok, és hát annyira nem állunk jól. Jelenleg a 14. helyen tanyázunk, és hát ez annyira valóban nem jó, úgyhogy ezen javítani kell majd. Az FA kupában még bent vagyunk, illetve a Carabao kupából pedig kiestünk méghozzá. Igen, itt a második fordulóban a Wimbledon ellen, hát érdekes. Azért is nem szereplünk ilyen túl jól, mert hogy Trafford megsérült, és elég hosszú távú sérülés egyébként. Úgyhogy igazoltam szezon közben egy ilyen csávót, akit Berezovskinak hívnak, illetve Bustost még. Úgyhogy, ja, hát jelenleg egy 73-as kapusunk van. Nem az igazi, illetve őt azért igazoltam, mert kellett fiatal játékost venni. Viszont most gyorsan megnézem, hogy mi a helyzet a free agent kapusoknál, és megpróbálunk vásárolni valakit, mert ez így annyira nem lesz jó. Na meg is van az új kapusunk, Szesnyi személyében, free agent volt, 36 éves, 85-ös értékelésű, hogyha minden igaz. Így is van, csak 86-nak mutatja valamiért. Traffordnál is jobb egyébként, úgyhogy igazából ez egy jó biznisz volt szerintem, csak hát idős az a helyzet. Egy-két szezon még talán kibír egyébként itt. Jó kis fejlesztés, igazából talán középső középpályás, illetve egy középhátvéd kéne még. Nem tudom, hogy hogy fog sikerülni. Egy-két játékost már kinéztem egyébként, de hogy lesz-e rá pénzünk, azt nem tudom, ugyanis 49 milliónk van. Viszont csereüzletből lehet, hogy össze tudunk valamit hozni, úgyhogy gyorsan meg is nézzük. Na meg is van az új középhátvédünk, aki Simon Galeano, és 85-ös, és Mbappéért, illetve 6,5 millióért érkezett a csapathoz. Elég jó biznisz volt, 20 éves, úgyhogy még fiatalabb is. Én azt gondolom, hogy ez így azért elég korrekt. És Kondogbia a helyére kéne még valakit gyorsan bizniszelni, megnézzük. Újabb okos biznisz, Curtis Jones-t hoztuk vissza Angliába, és Kondogbiát, illetve 28 milliót, vagy nem tudom mennyit adtunk érte, 27,3-at. 84-es értékelésű, 25 éves, úgyhogy igazából tökéletesen beleillik a csapatba, és most már így néz ki. A keretünk mindenki 80 fölött, és szerintem Casemiron kívül mindenki fejlődőképes, ja meg Szesnyi se nagyon fog már fejlődni. Esetleg a következő szezonban őket kell lecseréljük majd, de azért ez így már jobban néz ki. Úgyhogy jöhet az átigazolási időszak vége, több biznisz nem lesz. Na itt is vagyunk, srácok, nézzük meg, hogy mi történt. Azt mondja, hogy Mansour fog ingyen távozni, aztán Szesnyi jött ingyen, Galeano érkezett, illetve Mbappé távozott, Jones érkezett és Kondogbia távozott, illetve szezon közben Bustost és Berezovskit vettük még meg, aztán így nagyjából ennyi az egész. Így nézünk ki, remélem, hogy egy egész jó helyezést el tudunk majd érni a szezon végére. Na srácok, vége a szezonnak, és a 14. helyről följöttünk a 7. helyre, ami azért egy kicsit már jobb, bár mondjuk ezzel a kerettel lehetett volna ez még jobb, de hát az a szezon első fele az nagyon gyengére sikerült. Ez talán konferencia liga lesz, nem tudom, meglátjuk. FA kupában eljutottunk egészen a negyed döntőig, West Bromtól kaptunk ki, és igazából ők eljutottak a döntőig. Itt már hamar kiestünk, és a többit pedig nem is érdemes megnézni. Nézzük a csapatot, így néznek ki a srácok. Igazából Casemiro helyére kell majd vegyünk valakit szerintem, legfőképpen, illetve esetleg Szesnyi helyére egy kapust, tehát majd meglátjuk, de összességében azért egészen jó a csapatunk. Galeano fejlődött már 2-t, amióta megjött, illetve Bade is elérte a 90-es értékelést, úgyhogy haladunk szépen fölfele, a következő szezonban már mindenképpen
Remélem, hogy a BL-ben fogunk tudni szerepelni. A legtöbb mérkőzést sokan játszották egyébként. Itt vannak. A legtöbb gól az Haalandé lesz, így is van, hát 96-osan nyilván. És a legtöbb assziszt pedig Palmer nevéhez fűződik 8-al. Remélem, hogy kapunk jó sok pénzt a következő szezonra, és akkor be tudunk majd vásárolni. Úgyhogy ez a cél, illetve a következő szezonban a BL elérése. Vágjunk is bele! Az a helyzet, hogy nem kaptunk túl sok pénzt, úgyhogy megint csak ilyen csereüzleteket csinálgatok. McAteeért, illetve valami 23 vagy 33 millióért jött Caprien Turam, ki 85-ös értékelésű, azt hiszem. 43 millióért, jó, van mindegy. Viszont Casemiro-nál fiatalabb, magasabb értékelésű, és igazából... Ja, igazából ennyi kell. Úgyhogy ez így bőven jó. Így most már egészen király kis csapatunk van. Sesnyi az, aki idősödő félben van a 37 évével, de hát pénzünk új kapusra szerintem nem kifejezetten lesz. Körülnézek megint csak a free agentek között, hátha, de venni már nem tudunk semmiképpen kapus szerintem. Na meg is van az új kapusunk, Livakovic személyében free agentként csatlakozik a csapathoz, 84-es értékelésű és 32 éves, hát 5 évvel fiatalabb, mint Sesnyi, meg egy ratinggel jobb, és ő még nem fog visszafejlődni valószínűleg, úgyhogy igazából szerintem jól jártunk vele. Kell igazoljak, egy-két amerikai játékos meg ki fognak rúgni, hát igazából ők semmit nem érnek, de azért jönnek a csapatba. Jó, hát remélem kettő elég lesz, jött Morris is, nézzük, hogy hányas értékelésű, 76-os, annyira nem is rossz amúgy. Na, valami, körültök egy kicsit, vagy valami, nem? Na, itt vagyunk az átigazolási időszak végén, és most már boldog a vezetőség, úgyhogy mi is nagyon boldogok vagyunk. Trafford távozott, két csávóka érkezett, Turam érkezett, Divakovic érkezett, és igazából ennyi történt. A csapatunk az pedig így néz ki, gyönyörű szépen. 83-as a leggyengébb játékosunk, a BL-ért megyünk ebben a szezonban, most már mindenképpen, úgyhogy remélhetőleg ez sikerülni is fog. Nézzük is meg, hogy hogy állunk a szezon felénél. El is értünk a szezon feléig, srácok, és bombasztikus formában vagyunk, ugyanis vezetjük a bajnokságot, végre elértünk idáig is, és ha minden igaz, akkor ugye FA Kupa még nem volt, viszont a Carabao Kupában ott vagyunk az elődöntőben, úgyhogy egészen jók vagyunk, konferencia ligában nem jutottunk be az előző szezonban, úgyhogy az nincs, és itt a kezdőcsapatunk, hát egészen jól néz ki, azt kell mondanom, tényleg majd talán egy középhátvéd, meg majd még egy jobb kapus kell, hogyha lesz pénzünk, de nem tudom, hogy a következő szezonban is hogy állunk majd anyagilag, de brutális a csapat. Szerintem, hogyha bejutunk a BL-be és tudunk egy kicsit erősíteni, egyből meg is tudjuk akár majd nyerni, kiderül. Most igazolni szerintem nem kifejezetten fogunk, habár mondjuk van 46 milliónk, úgyhogy amúgy lehet, hogy valakit nézek. Középhátvéd posztra mondjuk Doyle helyére. Nos srácok, itt az átigazolási időszak vége, és nem néztem senkit, vagyis hát néztem, csak igazából arra kellett rájöjjek, hogy Doyle nagyon sokat ér. Úgyhogy igazából nem történt semmi ebben az átigazolási időszakban, adunk még egy fél szezon Doyle-nak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz vele, de én azt gondolom, hogy ez a csapat a BL-be mindenképpen be fog most kerülni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a következő szezonban, viszont akkor jöhet is a szezon vége. Na, vége a szezonnak, srácok, és hát a Premier League-et nem húztuk be, ahogy láthatjátok. Harmadikak lettünk. Egyetlen egy ponton múlott, és még a goal difference is ugyanannyi, az kemény. Ja, hát értékes pontokat hullajtottunk el itt menet közben, na mindegy, de ott vagyunk a BL-ben, ez már fix, úgyhogy ez nekünk tökéletes. És megnyertük az FA kupát, egész jó kis csapatokat vertünk ki, itt még kicsik voltak, illetve megnyertük a Carabao kupát is, azért szintén itt sem volt túlságosan könnyű dolgunk, úgyhogy hát büszkék lehetünk magunkra. Úgyhogy két hazai kupát behúztunk, illetve egy BL helyezésünk is van, és Doyle fejlődött, úgyhogy ennek nagyon örülök, illetve Livakovic is fejlődött egyet, Rodgers, illetve Galeano is elérték a 90-es értékelést. Na nézzük, hogy ki hogy teljesített, ez most egy nagyon-nagyon jó kis szezon volt, legtöbb mérkőzése Livakovicnak, illetve egy csomó másik játékosnak is volt, okés, gólok szempontjából Haaland lőtt 43-at,
és a legtöbb asszisztot pedig Palmer adta szokás szerint. Úgyhogy egészen szép szezonunk volt, főleg Haalandnak, aki valószínű gól király is lett, de hát 97-es értékeléssel azért ez elvárható egy csatártól szerintem, elég durva. És Liam Delap is rettentően közeledik a 90-es értékeléshez. Reméljük, hogy a következő szezonban el is éri majd. Viszont akkor jöhet is a következő szezon. Na, elkezdődött a szezon, srácok, és új érkezőnk van Ryan Gravenberch személyében. Curtis Davis, vagy Curtis Jones? Jones? Mi? Nem tudom, mi a neve. Jones. Illetve 43,6 millió volt az ára. 88-as értékelésű. Szerintem jó lesz. És akkor esetleg még Doyle helyére vehetnénk valakit, de nem tudom. Majd csak a szezon felénél szerintem. Benne bízok, hogy még fejlődik. Meglátjuk. Itt is vagyunk az átigazolási időszak végén, srácok. Nézzük is, hogy mi volt. Gravenberch érkezett, Jones távozott. Ennyi. Nem volt nagy mozgás, viszont azért minőségi váltás az fix. Úgyhogy így néz ki a csapatunk. Remélhetőleg mindenkit elverünk. Na, srácok, itt is vagyunk a szezon felénél. Nézzük is, hogy mi a helyzet. Carabao Kupa elődöntőben vagyunk. Az egyszer fix. Aztán van nekünk egy FA kupánk, ahol még nem játszottunk, illetve megnyertük a Community Shield-et, és a bajnokságban pedig másodikak vagyunk. Liverpool 9 ponttal vezeti mondjuk a bajnokságot, ami kemény azért. Van egy bajnokok ligájánk is, ahol tovább jutottunk, és a PSG lesz az ellenfelünk. Hát ez nem lesz könnyű annyira, valljuk be. Másodikként jutottunk tovább egyébként, az Atleticónak pedig az Aston Villa lesz az ellenfele. Hát jó lett volna megnyerni a csoportot, azért valljuk be. Hát ez van, mindegy, nem tudunk mit csinálni. PSG. Kemény dolgunk lesz nagyon. Így néz ki a csapatunk, szépen fejlődtek a srácok. Doyle lassacskán azért most már nekiállt fejlődni. Livakovic helyére gondoltam egyébként inkább még valakit, mert azért egy nagyon durván világklasszis kapus, sosem árt, úgyhogy mindjárt megnézem, hogy mi a lehetőség. Lehet, hogy megnézzük Donnarummát, ha van rá pénzünk. És akkor legalább a PSG-nek nem lesz annyira jó kapusa. Na, hát sikerült megvenni Donnarummát. 90 millióért érkezett csak egyébként, 92-es értékelésű kapus. Hát valószínűleg lejárt volna a szerződése, ezért tudtuk ilyen olcsón megszerezni. Hát azért így most már azt gondolom, hogy a PSG-n is át tudunk menni, meglátjuk, hogy ez valóban fog-e sikerülni. Több pénzünk nincsen, úgyhogy ez van, de ezzel a csapattal azért jó lenne tovább jutni a BL-ben. Na, srácok, vége az átigazolási időszaknak, és Donnarumán kívül nem történt semmi, úgyhogy ez így bomba nagyon. Így néz ki a csapatunk, három játékos van, aki nincsen 90 fölött, de ők is azért a 80-at inkább fölfele verdesik. Egész jó kis csapatunk van, jöhet a BL. Na, itt is vagyunk a BL-ben, és egész jól pótolta a PSG Donnarummát. Billó az új kapusuk, vagy hát a cserekapusuk volt eddig is, a fene se tudja. Na, nézzük, 1-1-es döntetlen, nem olyan rossz, mondjuk lehetett volna jobb is. Oké, és itt vagyunk idegenben a visszavágóval. Hát azért idegenben nehezebb lesz őket megverni, mint hazai pályán szerintem, de reméljük sikerül, na nézzük. 2-1-es győzelem, ó. Oké, és akkor tovább jutottunk a BL-ben, tökéletes. Kiütöttük az egyik legnehezebb ellenfelet. És, a Liverpool tovább jutott sajnos. Az mondjuk baj. Sevillának jobban örültem volna. Tovább jutott a Milán, a Monaco, a Real Madrid és az Atletico. Hát ja, ami várható volt, de azért szorongatták őket a kisebb csapatok. Na, srácok, hát úgy néz ki, hogy nem nagyon szeret minket a FIFA, ugyanis a Liverpool lesz az ellenfelünk a következő fordulóban. Hát én nem tudom, mit mondjak, kezdjünk bele. 1-1 hazai pályán, ez megint csak nem tökéletes. De idegenben javíthatunk. Itt is vagyunk a visszavágón. Nagyon remélem, hogy sikerül nyerni. Jó lenne kiütni egy ilyen csapatot, mint a Liverpool, azért elég nagy nevek. Oppa, Balde, az előző körben is ő lőtte a gólt, nem? Vagy Luis volt az? Valamelyik szélső védő. Jó, tovább jutottunk ismételten egy hatalmas csapat ellen. Kemény. Monaco jutott még tovább,
a Lipcse jutott tovább, az nagyon jó, illetve a Milán jutott tovább, az is nagyon jó. Hó. Azért az Atletico, illetve a Real elég jó, hogy kiestek, sőt a Juventus se egy kis csapat. Na, ennek örülök, ez szép, fasza. Jó, hát a továbbjutó hármasból ismételten a lehetőleg nehezebbet kaptuk azért ellenfélnek. Nehogy könnyű legyen, és eléggé durván fáradtak a srácaink, úgyhogy nem tudom mi lesz. Na nézzük. 3-0-ás győzelem, oké. Hát akkor kiütés lesz. Jó, rendben van, elfogadom. Jó eredmény. Ez igen. Na nézzük, hazai pályán jön a visszavágó, ezt innen nem lehet elrontani szerintem, de azért bármi előfordulhat. Bízok a srácokban. 2-1-es győzelem, tökéletes. 5-1-jel eddig legsimábban a három párharc közül tovább jutottunk, és ott vagyunk a döntőben, a Lipcse ellen, akik nagyon megverték a Monakót. Hoppá! Ez egy érdekes döntő lesz. Na srácok, itt is vagyunk, és Donnarumma megsérült, hoppá! Az baj lehet, és be kell rakjuk Livakovicsot, ja, akkor nagy baj nem lesz, 87-es kapusunk van, okés. Akkor semmi para. És jöhet a BL döntő. Na nyomjuk. Ó, ott volt ez a nagyon szép trófea, na jöjjenek ki a csapatok. Luis van a tifón, ha minden igaz, és Ruben Dias vezeti ki a Lipcsét a pályára. Ja, hát jó helyre igazolt, még itt a free agentek közül. Marquinhos is ott van talán a védelmükben. Tyíha! Kamavinga volt még? Azt a mindenit, vagy Haidara, vagy ki az? Gyerekek. Ez egy egészen jó lipcsei csapat. Nkunku. Óriási védés, Livakovic, gyerekek, a cserekapus. Bomba. Nem lesz könnyű dolgunk egyáltalán. Egész furcsa mozgása van a fiúnak, de nagyon gyors, és jöhet is előre igazából. Na, valaki segít neki? Középen... Ó, nem. Ajaj, Haaland, ajaj, ebből baj lesz, gyerekek. Erling Haaland, és meg is szerezzük a vezetést. 1-0 a 22. percben Erling Haaland góljával vezetünk. Az szép azért. Palmer, na, megvan, megvan. Dilep. Ó, 2-0. Liam Dilep. Szinte álló helyzetből beverte. Majdnem szétszakadt a kapu. Elég nagy nyomást gyakorol ránk a Lipcse, de hát 2-0-nál meg is értem, csak azért elég jók vagyunk ahhoz, hogy gólt szerezzenek, bár mondjuk ott az elején megindultak, és majdnem gólt is lőttek, volt egy darab lövésük. Nekünk 3 volt, abból 2 kaput talált igazából, és egész magabiztosan vezetünk. Haaland, ó, simán lefutja Diást, és benn középen Liam Dilep. Azt hittem, hogy be lesz valami kis helyezés, vagy valami. Nem csak izomból, amerre látunk. Nem véletlen, hogy bejutott azért a Lipcse ide a BL döntőbe. Eléggé nagy beleéléssel és akarattal játszanak, meg is szerezték a szépítőgolt. 2-1, Kraus a gólszerző. Hatalmas labdaszerzés volt ott az előbb. Ott kitől? Angelinótól. Az azért ott elindította szépen a támadást, és hát ez lett a vége, úgyhogy Angelino bekaphatja, mert az előző csapat ellen játszik. Na jó, de most akkor nehogy kiegyenlítsenek, vagy valami. És érkeznek középen a fiúk, Rogers például üresen kapja, és be is lövi. Jó, vége van. 3-1, ez lesz a végeredmény. Mert hogy már a 92. percben szereztük a mindent eldöntő találatot, úgyhogy megnyertük a Cityvel a BL-t, úgyhogy visszasoroltuk őket a negyedosztályba, és elvettük az összes jó játékost a csapattól. Szép volt egyébként nagyon ez az újjáépítés, én nagyon élveztem. Ilyen még nem volt, úgyhogy ha gondoljátok, akkor lehet még róla szó. És elnyomtam baszki a kupát. De hülye vagyok. Na, elkezdtem pofázni, aztán akkor mentem tovább, mint egy gyökér. Hát bocsi, srácok, a következő újjáépítésben nem fogom elnyomni. Na jó, túl fogjuk élni, jöjjön a szezonnak a többi
történése, nézzük meg, hogy milyen eredményeket értünk el. Oké, itt van ez a csodálatos BL győzelem, ezt láttuk végig. A bajnokságban sajnos csak másodikak lettünk, és eléggé lemaradtunk amúgy a Liverpooltól, ez kemény. Viszont a Community Shield-et megnyertük, de szerintem már láttátok is, illetve megnyertük az FA kupát is, úgyhogy ezt back-to-back sikerült összehozni. Volt még egy Carabao kupa, amit szintén megnyertünk ismételten. Úgyhogy az előző két szezonban a hazai kupákat nagyon keményen megnyertük, és most pedig a BL-t is gyönyörű szépen. Úgyhogy ez egy ismételten sikeres szezon volt. Sajnos a bajnokságot nem sikerült megnyerjük egyszer sem, de hát ez van, túléljük. Itt a kezdő csapatunk azért, valljuk be, elég jó. Nézzük is meg, hogy ki hogy teljesített. Gondolom, hogy igazából a legtöbb gólt azt Haaland szerezte, a legtöbb meccset pedig megint csak sokan játszották együtt. Na nézzük, hol van Haaland itt a gólok tekintetében. Puk, 47. Na, ez szép. Az barátságos, Dilep is azért most gyönyörű szépen felfejlődött, és 30-at lőtt. Asszisztok szempontjából pedig megint csak Palmer volt a legjobb. Egyébként pedig, akik itt voltak az elejétől, kezdő csapatban bennmaradt 1, 2, 3, 4 és 5 játékos. Úgyhogy ez is mutatja azt, hogy a Citynek jó az akadémiája lényegében. Na jó van, srácok, ennyi lett volna ez az újjáépítés, remélem, hogy tetszett, és hogyha így van, és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!